Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kódvik keretében sorra kerülő következő webináriumon, amelynek a témája az, hogy hogyan lehet kódvadászat játékot szervezni, pályát készíteni, és Skultéti Zoltánnéval, Itwinning nagykövettel együtt fogjuk ezt a mai webináriumot tartani. Engem Főző Attilának hívnak, és én pedig Kódvik nagykövet vagyok. És idén 5 éves a Kódvik, úgyhogy örömmel újságolom, hogy talán ennek örömére is Magyarország megdöntötte a tavalyi rekordját, mert tavaly is egy rekord év volt. Jelenleg 418 eseményünk van, és ezzel a nemzetek között a 6. helyen áll Magyarország, ami nem kis büszkeség, és ez mind a sok-sok résztvevőnek, tanárnak köszönhető. A játékhoz néhány előzetes információt szeretnék adni, és utána pedig majd megkérem Katit, hogy mutassa be a tapasztalatait. Maga a játéknak sokféle neve van, ez a Code Hunt Game, vagy Code Hunting Game, mindkét változatban megjelenik, illetve ez a Code Trip is megjelenik. Mi magyarra kódvadászatként fordítottuk. Azt kell tudni, hogy ezt az Urbinói Egyetem, az olaszországi Urbinói Egyetem professzorai, munkatársai fejlesztették ki, és a Kódvik idejére bocsátották rendelkezésre. Ez azért fontos, mert sok kolléga teljesen jogosan lelkes lett, hogy majd tavasszal a digitális témahéten is használná ezt. Nem vagyok benne biztos, hogy akkor még vagy már megint elérhető lesz ez a játék. Eredetileg az volt a terv, hogy október 14-én szombaton 11 és 13 óra között játsszák ezt a játékot szerte a világon. Talán láttátok a nagyon aranyos gyerekeket egy beharangozóban, hogy 5 városban is sikerült megvalósítani, vagy 5 helyen is. Ha jól mondom, akkor Miskolcon, Dunaújvárosban, Komlón, Erdőbényén és Budapesten volt játék, és máshol is próbálkoztak, nem mindenhol sikerült, ilyen-olyan technikai okok miatt. Például én is próbálkoztam Székesfehérváron, de nem sikerült szombatra ezt összehozni, viszont most örömmel jelzem, hogy tegnap óta már Székesfehérváron is van egy ilyen pálya, az Alba Innovár Digitális Élményközpont közelében. Na, akkor nézzük, vágjunk bele ebbe a történetbe, és nézzük meg, hogyan zajlik ez a játék. Elsősorban ugye arról van szó, hogy ez egy csapatjáték, tehát mindenképp csapatokban érdemes érkezni a helyszínre. A csapatok tulajdonképpen végigjárnak bizonyos állomásokat, az állomásokon kódolással kapcsolatos feladatokat oldanak meg, nagyon gyorsan és egyszerűen, tehát nem kell ilyen nagyon bonyolult feladatokra gondolni. És aztán mennek tovább a következő állomásra. A kép csak illusztráció, mert ez egy a Central Parkot ábrázolja. Igen, hát a csapat az ugye legalább két fő, mert ugye attól lesz csapat. Nincsen limitje, hogy hány fő van egy csapatban. De azt gondolom, hogy mivel a játék során szelfiket készítenek a csapatok, és így jelzik, hogy ők ott játszanak, hát azért
ezért aki a szelfire belefér, szelfibe belefér. Majd meglátjuk Katinak a tapasztalatait, meg a többiekét is, hogy ők milyen csapatokkal játszottak. Itt jelzem, hogy Szerbiában is volt hétvégén egy nagy verseny, ott sok gyerek játszott, és ez azért különösen érdekes, mert Szerbia Kódvik nagykövete Vörös Csaba kollega, aki ott a helyi szervezést végezte, és fotók megvannak a neten, nagyon-nagyon sok gyerek, sőt videó is van, ahogy a gyerekekkel játszottak. Maga a játék azt igényli, hogy minden csapatnak legyen legalább egy mobiltelefonja, a mobiltelefonon legyen mobilnet, a mobiltelefonon legyen telepítve az itt látható Telegram nevű applikáció, ami egy üzenetküldő, olyan, mint a Viber vagy a Messenger, és szükséges még egy kód, QR kód olvasó applikáció is rá, és innentől kezdve a játék automatikusan működik, a játék automatikus. Itt a jobb oldali képen látszik is, hogy ez a Treasure Hunt bot, tehát a kincskereső kincsvadász robot bot automatikusan küldi az üzeneteket, a feladatokat. Annyi a különbség, hogy a valóságban magyarul beszél. Remélem nagy hibákat nem találtatok benne, mert én fordítottam. És tulajdonképpen magyarul érthetően kommunikál a csapatokkal. Itt a képen még ami nagyon lényeges, hogy ugyan milyen feladatok vannak, és miért Kodi, miért szerepel a Kodi Trip szó, tehát a Kodi szó azért szerepel, mert ez a játék a Kodi Robi nevű szintén ugyanezen társaság, olasz csapat által készített Kodi Robi játék szabályaira vagy rendszerére épül. Itt a képen jobb oldalon láthattok is egy ilyen lila robotot felülnézetből, és van egy A, B, meg egy C pozíció, és akkor ott van négy darab kártya, kettő előre, egyszer jobbra, és egyszer előre, és ez a kérdés, ez egy ilyen tesztkérdés, hogy hova jut el a robot, hogyha ezt végrehajtja, ezt a parancsort, ugye, és akkor aki tudja, hogy beírhatja a chatbe közbe. Tehát körülbelül ehhez hasonló, talán ennél nehezebbek is vannak, ilyen feladatokat kell megoldani. Igen, a C a helyes válasz. Megyünk tovább. Maga a játék során tehát először mindig szükséges egy indítókód, egy QR kód, amit leolvasnak, és akkor ott a környéken már a telefon mondja meg, hogy merre tovább. Az elején regisztrálnia kell a csapatnak, megmondja a csapat nevét, aztán megmondja, hogy hány fős a csapat, és utána küldenek egy szelfit magukról, és akkor hát ilyen vidám lesz, ott látszik is a fejem, ami nem olyan érdekes, de a mellettem levő fejek is egy-egy ország nagykövetei tulajdonképpen, tehát a bolgár meg a szlovák kollégát láttam ott a bal oldalamon. És akkor utána kezdődik a játék, és a lényeg az, hogy elirányítja az általunk előzetesen kiválasztott helyszínekre a játékosokat a program, mégpedig véletlenszerűen külön helyekre, tehát hogy ne legyen, nem mindenki ugyanoda menjen. Természetesen az lehet, hogyha egy csapat lassú, a másik meg nagyon gyors, akkor beérik egymást, de akkor nincs semmi baj, nyugodtan megvárják, míg az egyik csapat végez. Elegendő egy telefon, és a Telegramon keresztül mondja, hogy mi a feladat, mi a következő lépés, és időnként kér egy ilyen jó kis
szelfit, és a szelfinél nagyon is javasolja, hogy lehet grimaszolni, meg mosolyogni, meg minden, és akkor ezeket a szelfiket is küldi a rendszer. Még annyi fontos van, hogy a Telegram applikáción belül van minden játéknak egy saját csatornája, abban a csatornában megy a kommunikáció, tehát ezek a szelfik nem kerülnek ki a nem tudom hova, hanem ebben a csatornában jelentkeznek. Hogyha itt a középső képet nézitek, akkor ott, ahol ott van az, hogy per start, a fölötte levő üzenetben látszik egy olyan, hogy kukac, code hunting, EU. Ez az a csatorna, amit akkor a próbajátékra létrehoztak. Nektek a játék során, a játék készítése során létre kell hozni egy saját csatornát, aminek van valami neve, és mindig egy ilyen kukaccal kell megszólítani. Tehát az a kukac csatorna név, ez a saját játék csatorna, és azt ugye csak te látod, mint játék szervező, illetve látják azok, akik ebben játszanak, tehát ilyen módon egy kicsit azért privát a történet. Amennyiben kérdésetek van, mindig nyugodtan írjatok ide a chatbe, és azt figyeljük, és válaszolni fogunk rá. Ha valakinek hozzászólása van, azt is tegye meg. Itt például van, ahol ötfős csapatok voltak, így épp jó volt a selfie, tehát az ötfős az szerintem is egy klassz megoldás. A feladványokkal kapcsolatban néhány fontos dolog, tehát ahogy mondtam, itt a kódolással kapcsolatos kérdések vannak. Ha valaki rosszul válaszol, akkor általában a rendszer egy percig azt mondja, hogy várj egy percet, gondold át, tehát hogy ne lehessen itt böködni ABC, hanem van egy kis türelmi idő. Az, hogy hogyan kell állomást készíteni, azt Kati fogja elmondani kis vártatva. Egy kicsi türelmet kérek. Tehát vissza a feladványokra. Itt például a baloldali képen három robot látszik, egy kék, egy sárga, meg egy hát rózsaszínnek nevezi magát. És az a kérdés, ugye ez magyarul van a valóságban már, hogy mindegyik robot ugyanazt a parancsort hajtja végre, és az a kérdés, hogy milyen sorrendbe kell csinálni, hogy ne ütközzenek, és akkor ott van egy ilyen, hogy YBP, meg BBY, meg PBY. Ugye ez a színük miatt van így, a blue, a yellow és a pink miatt vannak ezek. Ami nagyon fontos, hogy nem fordítottam le az FL és az R betűket, ugyanis arra gondoltam, hogy ez maradjon így, úgyhogy ezt jobb oldalon a dián látjátok fölírva, F forward előre, L left balra, R right jobbra. Tehát ezt így kell megtartani. Tehát, hogyha ezt értelmezni kell, akkor FFF az azt jelenti, hogy előre, előre, előre. Itt egy kis példa, ez ugyanaz a példa, amit az előző oldalon láthattatok. Különben a Kodi Robinak van külön oldala, a Kodi Robi kártyaformájában ki lehet nyomtatni és felhasználni, és lehet belőle jópofa játékokat kitalálni. Erről, ha jól gondolom, pár héttel ezelőtt Kőtelek Éva kolléganőm tartott, vagy az ő előadásában volt szó, tehát egy kifejezetten számítógép nélküli unplugged játékokra ad lehetőséget ez a Kodi Robi, és hát ez van itt összekombinálva. Igen, a játék úgy működik, hogy ha megoldottuk az adott feladványt, és helyes, akkor kér egy selfit, elküldjük, és akkor kiteszi a következő állomást térképre, és hát ott a térképen látszik az a piros kis jel, azt kell megkeresni,
Nem nehezebb a dolog, mint hogyha geocachingelnénk, vagy mánziznánk. Tulajdonképpen maga az egész történet, a kihelyezés nagyon hasonlít a mánzihoz, legalábbis nekem. Annyi, hogy itt azért talán a kódok nagyobb méretűek, de erről majd Kati beszél, hogy ő mekkorákat készített. És akkor most átadom a szót Katinak, és majd végén vissza is kapom, és majd még további információkat én is meg fogok osztani. Köszönöm. Én is köszönöm. Szóval a játék menete abból állt, hogy elindultak a gyerekek a starton, ott beolvasták az indító QR kódot, rögtön megoldották a kis feladatukat, küldtek egy szelfit, és utána megkapták a következő állomást, hogy mit kell megkeresniük. Rendesen mutatta nekik ugyanúgy, mint amikor geocachingelünk, ahogy Attila említette, hogy merre kell menniük. Most az egyik kis csapatunkban voltak kollégisták, és volt egy tiszta miskolci csapatunk. Hát ők szerencsésebb helyzetben voltak, mert ők levágták itt-ott az útvonalat, amikor látták, hogy hol van a következő állomás. A kollégista csapatunk 10 kilométert gyalogolt szombaton azért, hogy megtalálja az összes feladatot. Illetve az állomások után van ez a célpont, ahol az utolsó feladatot megkapják, majd azt én az iskolába tettem a startot is, és a célpontot is, és biztos a szövegértésemmel van probléma, de hogy én 10 állomást hoztam létre egy nagyon kedves kolléganőmmel, együtt csináltuk az egész játékot, mert hogy én nem számoltam bele a startot és a célt, és nem értettem, hogy miért csak 8 helyre küldte a gyerekeket. Tehát, hogy a start és a cél az egy-egy állomás a 10-ben, és a játék során nekünk elegendő 8-at kitenni, 8 QR kódot. Illetve hát az a kettő, az a start meg a cél, de hogy én nem tudom, majd elmondjátok a többiek, hogy ti hova tettétek a kezdetet meg a véget, de hogy nálam annyira egyértelmű volt, hogy ez az iskola lesz. Ja. Attila, én ezt tudom lapozni? Nem, én fogom neked lapozni, de még akkor mondok ehhez valamit. Ez szerintem egy Jó. fontos tapasztalat. Én egyeztettem ez ügyben a fejlesztőkkel is, hogy tehát hogyan helyezzük el ezeket az állomásokat. Igazából ugye az a helyzet, hogy véletlenszerűen sorsolja, hogy kit hova küld először, de igazából ha 8 állomásod van, meg a start, meg a végpont, akkor mindenhova mennek a gyerekek. Ezért, hogyha ilyen körtúrát tervezünk, az szerintem nem kedvező. Vannak csapatok, akik nagyon szerencsétlenül járnak. Én úgy csináltam meg, hogy a kezdet és a végpont közel van egymáshoz, és az egész történetnek a közepében, és körülbelül így csillagszerűen vagy sugarasan minden irányban nagyjából egyenlő távolságokra vannak a pontok, ezáltal akármelyiket is sorsolja, akkor nem jár olyan rosszul az a csapat, tehát mi akkor is tulajdonképpen így egy kicsit kedvezőbb a dolog. Egyeztettem ezt a fejlesztőkkel, és ők megerősítették, hogy ez szerintük is ez egy talán egy jobb megoldás, de kíváncsi vagyok a többiekre, írják be ide a chatbe, hogy ők milyen alakú pályát csináltak. Én ilyet csináltam, de én csak egy pályakészítő vagyok, mi még nem játszottunk a pályán, tehát ez fontos, hogy elmondjam, és akkor most lapozok, és visszaadom Katinak azt. Nálunk is egy kör alakú pálya készült, tehát hogy úgy indultunk el, hogy az iskolától, fel az avasi harangtoronyhoz, akkor a temető végébe, le a városba, és egy nagy körben vissza az iskolába, de hogy valóban így azok a gyerekek, akik nem ismerték annyira jól Miskolcot, hogy hol rövidíthetik le az utat,
Hát azok valóban 10 kilométert gyalogoltak ott, hát azt hiszem 2,5 óra alatt járták le azok, akik többet gyalogoltak. Jó, játék készítésem. Ugye először a Telegram csatornát kell létrehozni. Azt hiszem, hogy ez a következő dián van, Attila, a Telegram csatorna létrehozása. És a Telegram csatorna, tehát a Telegram csatorna, ahogy Attila említette, egy csevegő program. Ott kell létrehozni, azt hiszem, hogy egy new channel van ott a bal felső sarokban, egy ilyen menüpont. Ott kell egy ilyen publikus csatornát létrehozni, meg kell adni a nevét. Azt hiszem, hogy ez a T.me, ez úgy jött be, hogy ott a próba helyén volt az a szó, hogy link. És akkor volt, aki itt megállt, amikor itt beszélgettünk a játék létrehozása során, és többen is kérdezték tőlem, hogy hova írják a csatornának a nevét. Oda a link szónak a helyére kellett, oda a per jel után. Aztán hozzá kellett adni ehhez a csatornához adminként ezt a Treasure Hunt botot. A jobb oldalon látjátok a beállításokat, amiket engedélyezni kellett a csatornának. És nem ide kellett véletlenül, most ebben bizonytalan vagyok, egy picit egy embert hozzáadni, Attila. Egy ismerőst hozzá kellett adni, nem? Hát én úgy csináltam, hogy én magam voltam meg a Treasure Hunt-bot, csak ketten voltunk. Ő úgy csinál, mintha kellene egy ismerős, de valójában elég volt egy. Az a fontos, Elég volt, aha. hogy a hozzáadás után, tehát a Treasure Hunt botot hozzá kell adni, és utána meg kell nézni, utána kell ezeket az admin jogokat ellenőrizni, mert nagyon fontos, hogy a Treasure Hunt bot tudjon üzeneteket küldeni a csoportban. Ez a robot tulajdonképpen, és ez küldi az üzeneteket automatikusan a csoportban. Ha ez a joga nincsen meg, itt jobb oldalon, ha nincs bepipálva, a post messages például, akkor az nem jó. Menjek vissza az előzőre? Igen, légy szíves, ezt akartam kérni, igen. Szóval azzal kellett kezdeni, hogy először a Telegram csatornát kellett megadni, azért, mert a játék regisztrációjánál, miután megadjuk a játékunknak a nevét, a következő lépésként kéri azt a csatornát, amin a kommunikáció majd folyik a játék során. És Attila említette, vagy nem említetted, mert azt az előző webináriumban, hogy ez a csatorna megadását mindig kukaccal kell kezdeni. És amikor megadtuk a csatornát, hogy hol kommunikálunk, utána engedélyezni kell azt, hogy a szelfiket a csatorna publikálja ott a csatornán, vagy pedig nem lesznek szelfik. Meg kellett adni azt az e-mail címet, ami amin keresztül veled kommunikálhat, tehát mint a csatorna, vagy a játék létrehozójával ez a csatorna, bot, nem tudom. És aztán, amikor megadtuk a csatorna, tehát a játék nevét, a csatorna nevét, a saját e-mail címünket, utána lehet elkészíteni az állomásokat. Most én úgy csináltam az állomásokat, vagy úgy csináltuk az állomásokat, hogy azt a térképet használtuk, amit felkínált, azt a Google Map-et, amit nagyon halk. Vegyem hangosabbra, vagy így jobb, hogyha közelebb teszem a számhoz. Így jobb. Jó, szuper. Tehát egy Google Map-et kínál fel, ahol be kellett jelölni az állomások helyét, és mi nem jártuk be előtte az állomásokat az időszűke miatt. Nyilván az sokkal célszerűbb, mert sokkal pontosabban lehet megadni a koordinátákat, a GPS koordinátákat, mint így szemre becsülni, vagy megbecsülni, hogy hova tegyük. De hogy én nálunk így folyt az asztali gépen is ment a Google Map, mind a két helyen vetítettük, időnként az utcaképet is megnéztük, hogy hová lehet lerakni egyáltalán.
tehát hogy amire emlékeztünk, ilyen tereptárgyakat, azokat ellenőriztük, hogy valóban ott vannak-e, és a telefonon is, amikor készítjük a játékot, tehát mi a telefonon készítettük, és nem az asztali gépen, meg az asztali gépen is ugye úgy nagyítottuk a térképet, és így tettük le a kis buborékokat. És amikor kijelöljük a buborékokat, akkor kéri, hogy adjunk meg egy nevet ennek az állomásnak. Amikor a nevét megadjuk, akkor utána lehet elmenteni az állomást, illetve 5 vagy 6 állomáson keresztül automatice kéri a következő állomást, és a 6. már azt mondja, hogy elegendő a játékhoz a 6 állomás, de hogy van ott olyan lehetőség, hogy adjál még hozzá állomást, és ugye tudjuk, hogy ehhez a mostani kódvíkes programhoz több állomásra volt szükségünk. Amikor elkészítettem mind a 10 állomást, utána már ugye ott volt az a lehetőség, hogy már is megkeresem, mert közben nézem a botot, hogy miket üzent nekem. Hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy I'm done, tehát hogy már nem adok hozzá több állomást, és akkor visszaüzent, hogy minden állomást regisztrált, és generálja a QR kódokat, és egy zip fájlt küldött ide a Telegram csatornára, és még aktiválni kellett a játékot. Na most nálam még az is ilyen gondot okozott, hogy én nem találtam, hogy hova küldte a zip fájlt, mert hogy olyan sok üzenetet küldött egyszerre, és akkor nagyon kétségbe is estem, aztán visszalapoztam, és hát ott van a Telegramon, tehát hogy ott volt, elküldte rögtön nagyon ügyesen. Azt a zipfájlt kell kibontani, abban vannak a QR kódok A4-es méretben, és én lekicsinyítettem őket úgy, hogy 4 darab QR kódot raktunk egy, vagy mi lekicsinyítettük, tehát 4 darab QR kódot tettünk egy A4-es lapra. Felé írtuk azt, hogy ez a QR kód egy nemzetközi játéknak a része, és kérjük, hogy ne távolítsa el, köszönjük. És ez alatt volt a QR kód, tehát 4 darab volt egy A4-es lapon, ezt vágtuk szét, lelamináltuk, és elvittük a helyszínekre. Ott ellenőriztük a QR kódokkal, amiket megadtunk a játék során, és akkor itt tapasztaltuk, hogy az a buborékletevős, és hiába ellenőrzöm az asztali gépen hozzá, azért nem annyira nagy pontossággal adja meg ezeket a koordinátákat, tehát valószínűleg sokkal célszerűbb bejárni a terepet előtte is rögzíteni azokat a koordinátákat, de majd Attila is mond erről valami praktikusat, és úgyhogy a játékindításakor a gyerekeknek mondtuk, hogy ha nem találják ott azon a helyen, ahová irányítja őket a bot, akkor nézzenek szét egy ilyen 5 méteres körzetben körülbelül, hogy hol rejthettük el azokat a kódokat. Akkor ide mondhatok? Igen, igen. Hát én pórul jártam. Tehát én valamiért újra kell, először kint a terepen csináltam, utána pedig már gépről. Ugye tudni kell, hogy a Telegram appot fel lehet PC-re is tenni, tehát a pont a helyzet megadásán kívül mindent lehet csinálni a PC-n is. Itt kérdezte valaki talán, tehát hogy amikor körbe megyünk és odaállunk egy helyre, akkor az applikációban van egy ilyen game kapocs ikon, ezt megnyomjuk, és ott van egy ilyen pozíció, térképi pozíció. És én azt csináltam, hogy beálltam az adott helyre, és egy ideig számolgatja a pontosságot, tehát kiírja, hogy most hány méter pontossággal tudja ezt a helyet megadni, és utána még azt is lehet csinálni, hogy kinagyítod a térképet a telefonon, ezt mondta Kati is, és ezt a piros jelet oda húzod, ahol tényleg
helyezed a kódot, és akkor én azt tettem, hogy végigmentem az egész pályán, tehát kiválasztottam a helyeket, ugye itt majd mondja a Kati biztos, hogy milyen helyek jók erre, és akkor így rögzítettem, amikor gépről csináltam ugyanezt, tehát ugye fotelből is lehet, tehát fogod a kezedbe a telefonodat, és mész körbe egy Google térképen, az nekem nem sikerült. Volt olyan eset is, amikor vagy a kis távolság miatt, vagy pedig a valami más miatt ugyanazok lettek a kódok, a koordináták mindenhol, tehát ez problémát okozott. Úgyhogy én többször végigmentem rajta, és tulajdonképpen ez ilyen kétszer bejárós volt, egyszer megnéztem a helyeket, lefotóztam, a kollégákkal lefotóztuk, hogy hova fog az kikerülni, és bemértük a helyet, és végigmentünk mind a 10 helyen. Visszaadom. Szóval mi hova tettük fel ezeket, akkor azt mondjam el, hogy hová tettük a kódokat. Hát az iskolából, a startnál és a célban oda A4-es méretben meghagytuk a kódot, illetve a regisztrációs kódot is meghagytuk A4-es méretben, illetve nekünk volt egy olyan állomásunk, hogy a kollégium ablaka volt a feladat, és a kollégium ablakában is A4-es méretben voltak a kódok. A kicsiket pedig például épület oldalára raktuk fel arra a rögzítő vasra, vagy nem tudom mi a speciális neve, ami mondjuk a csatornát rögzíti a falhoz. Tehát oda rögzítettük fel például. Vagy a temető fölött szintén egy kiálló szögre, és még le is ragasztottuk celluxszal egy ilyen kis pici cserép alá, hogy lehessen azt látni, hogy ott van, hogy nehogy felfújja a szél a kerítés tetejére. Vagy vannak információs táblák a városban, és a információs táblák hátoldalára szépen be lehetett csúsztatni a szegély alá, és a másik két oldalát még lerögzítettük a kis kódoknak. Volt olyan hely, ahová nem mertük például ilyen, nem tudom, hogy mi lehet a szürke dobozban, gázvezeték, vagy nem tudom, milyen szekrény, de hogy szoktunk manzizni is ezzel a kedves kolléganőmmel, és hogy a manzi arról le volt kaparva, erről a kis szürke valamiről, és akkor nem mertük ráragasztani, hogy hát ha azért kaparták le, hogy azt gondolják, hogy az az ő tulajdonuk, és nem lehet semmit ráragasztani. Hát ilyen kalandunk is volt, hogy volt, ahová nem mertük felragasztani. Táblának, parkolós táblának a hátoldalára, aztán a Hősök terénél például egy ilyen használaton kívüli kis villanyszekrénynek az ajtajára, a kedvenc kávézónkban szépen mosolyogtunk, és belülről a kirakatra ráragaszthattuk. Ezek voltak a kedvenc helyeink. Teszel-e hozzá valamit, Attila? Jó, ezek a gyerekek, ahogy működnek, ugye kértem tőlük képernyőképet, mert hogy ez a Telegram alkalmazásban, ez a csatornán megőrzi a kommunikációt a Telegram. Egyébként eddig nem ismertem ezt az alkalmazást, és akkor látjátok, hogy folyik a játék. Majd lesznek élesebb képek is a gyerekekről, csak ez ilyen gyorsan, egy matek óra után szünetben mentettük el, aztán este küldték el. Látjátok, hogy Attila lefordította magyarra a kommunikációt. Egy picit még lapozol. És itt van, három csapatunk vett részt a játékban.
Az első egy csapatról nem tettem fel képeket, mert az első állomás után elfogyott a mobilnetük, és nagyon szomorúan jöttek vissza az iskolában. Ez a két kis csapat végigjárta az egészet, a három fős csapat gyalogolt 10 kilométert, az öt fős jobban ismerte Miskolcot, és rendkívüli módon élvezték egyébként. Még egy ilyen kis adalékot mondanék, hogy ha valaki nem tölti le a Telegramot előre, akkor rögtön az első QR kód beolvasásánál kéri, hogy töltse le, és ad is hozzá, tehát azt a kis kék linket, hogy innen töltsd le a Telegramot, és még ad hozzá a chatbotot is, és utána indulhat a játék. Tehát, hogy nem tragédia, hogyha valaki elfelejti előre feltelepíteni az alkalmazást. És még egy képen van, ahol a célban dolgoznak a gyerekek. Ez ezután volt, szerintem, Attila. Nem baj, ott dolgoztak. Meg az utolsó feladat a célban két kis térképen kellett elirányítani a robotot, hogy hova megy, és volt egy programozós elméleti kérdés Adáról. Arról is tettünk be egy képet, illetve ott dolgoztak a gyerekek az Én asztalnál. ezt nem találom, Nagyon-nagyon élvezték. nem találom ezeket, ezt a Nem. diát nem Nem baj, találom. nem baj. Nem baj, csak elmondtam. Én nem tudom ide feltölteni, ugye? De nem baj. Jó. De tudod, csak még megmutatom ezt, és utána fel tudod tölteni. Megmutatom ezt a De csak egy következő dia, diát. úgyhogy nem gond, nem gond. Jó. Tehát itt ajánljuk mindenki figyelmébe ezt a Kódvadászat Facebook csoportot. Ezt azért hoztuk létre, hogy a múltkori premierre tudjunk készülni, és itt nagyon lelkes, nagyon ügyes kollégák voltak együtt, és én is sokat tanultam tőlük. És hát itt azt kell mondjam, hogy péntek éjszaka itt még nagyon komoly kommunikáció folyt egymással, tehát itt tényleg nagyon lelkesen készültek sokan, hogy a szombati közös játék meglegyen. Itt az érdekes, hogy, vagy hát idézőjelben is érdekes, hogy ilyen játék létrehozó kódot, azt küldtek egyet, ami külön csak erre a szombati napra szólt, és például nekem ezért kellett újra csinálni, mert vasárnap kaptunk egy másik kódot, hogy na ezen túl majd ezzel kell játékot csinálni, úgyhogy sajnos ez okozott egy kis plusz munkát. Ahhoz, hogy elindítsátok ezt a játék készítést, ezt a QR kódot kell beolvasnotok, és onnantól kezdve működik. A QR kód itt is megvan, és hát különböző helyekre kitettem, tehát ezt meg lehet találni, de majd ebbe a kódvadászat csoportban is benne van, meg sok minden helyen. Csilla azt írja, hogy ők a szombati kóddal játszottak ma is. Igen, de a szombat után kapott kóddal lehet újat létrehozni, én úgy értesültem. Tehát más a játék készítő kód, most már legalábbis mi most már egy újat reklámozunk, és egy újat használunk. Kérlek, írjatok kérdéseket, mert szerintem lehet, hogy van bennetek kérdés. Összefoglalva az egészet, ez a játék akkor van, ha ti megcsináljátok a saját gyerekeitek számára, a saját diákjaitok, vagy a város számára, és hát ugye a kihelyezés és a készítés egy kis időt vesz igénybe, utána már nem kell ott lennetek mindig. Azonban egy hátulütője azért lehet a történetnek,
hogy lehet, hogy eltűnnek a kódok. Tehát ettől én is tartok, holnap már fogom nézegetni, hogy eltűnt-e már. Én lyukasztottam a laminált lap sarkára egy lyukat, és egy ilyen gyors kötözővel akasztottam fel helyekre. Egy helyre ragasztottam, pont egy olyan dobozra, amit Katiék tartottak, mert Mánzit én is ragasztottam másokat, és ez nekem eddig nem volt gond, de valóban ez egy olyan helye a, hogy mondjam, a kék bolygónak, ahol eltünedeznek dolgok, meg minden. Én is ráírtam szinte szakasztott ugyanazt a szöveget, mint Kati, hogy ez egy iskolásoknak szóló nemzetközi játék, kérjük ne szedje le. Illetve, amit még én ajánlok mindenkinek, hogy ugye a kódok azok nagyon hasonlítanak, én mielőtt kinyomtattam volna mindegyik kód mellé, odaírtam pici betűvel, hogy ennek az állomásnak mi a neve. Tehát, én meg a számot írtam mellé zárójelben, tehát így, mert hogy minden állomásnak volt száma. Aha. Mert így meg tudja a gyerek nézni, vagy te is, mikor kirakod, nem kevered össze. Tehát én Albának neveztem az állomásokat, Alba 1, 2, 3, 4, stb. És akkor így tudtam, hogy melyiket kell hova tenni, és készítettem egy listát előre, hogy mi hol van, hogy mert később aztán elkeveredik az ember a sorrendben, meg ember abban, úgyhogy ezt így dokumentáltam. És még... Így van, Erzsébet írja a cseten, nézzétek, hogy az első lépés, hogy a startpontot és a célpontot kell megadni, és utána jön a többi állomás. Pontosan így van. Én szintén véletlenül Katihoz hasonlóan dolgoztam a méretezéssel. Én 6x6 centis kódokat nyomtattam. Plusz rátettem ezt a kis logót, meg azt a kis... meg a webcímet, meg a feliratot magyarul, tehát ez egy 8 centi körülbelül magas, és kb. 6 centi széles lapocska, de lehet, hogy még ez is nagy egyébként. Mánzinál ugye ennek a töredéke is jó. Itt volt egy ilyen kérdés, hogy hol látjuk a csapatokat. Aki létrehozza a csatornát, és adminként... valakit még hozzáad, mondjuk valamelyik kolléganőjét, nálunk kettő admin volt, ugye ketten csináltuk, mind a ketten láttuk a szelfiket. Kaptunk üzenetet, hogy ez is ez a csapat, ugye a csapatnak a neve, mert úgy regisztráltak, hogy csapatnevet is választottak, elérte az első állomást, második állomást, és így tovább, és kaptuk a szelfiket. Úgyhogy azokat a képeket, amiket ide felraktam a prezentációhoz, azokat már nem a gyerekek küldték el, hanem leszettem a webes alkalmazásáról a Telegramnak. Tehát, hogy beléptem a csatornába, és onnan mentettem le a képeket. Tehát a képeket látjuk, meg azt, hogy elérték a valamelyik állomást, és azt is, hogyha bejutnak a célba, és még egy értékelést is, hogy ki az első, ki a második. Na most ugye két csapat értben állunk, és ilyen nagyon azt írta, hogy a második csapat az utolsó. Igen. Itt Viki kérdezi, hogy mi a másik játék, amit említünk, ez a Manzi Munzee. Ha így rákerestek, találtok magyarul is leírást róla, tulajdonképpen abban hasonlít, hogy kódokat kell keresni, sokkal kisebbeket a városokban, de ezeknél a kódoknál nincs általában feladvány, és hát ez egy más rendszer egy kicsit is, egy kicsit profiban kidolgozott, de nagyon sajnálatos, hogy ott nincs ilyen jó feladvány. A kettőt lehetne kombinálni, és akkor lenne igazán jó. Igen. Tudom, hogy ez most nem az a téma, de amikor ilyen turista útvonalat hozunk létre a Manziba, abban nem lehet hozzáadni valami feladatot? Ilyen kvízt lehet hozzáadni. Kvízt, aha. Részt. De az elég korlátozott. Itt viszont egy jó kis vizuális feladat. Még nem próbáltuk, csak valahol így olvastam, hogy ott a turista útvonalnál lehet valamit kezdeni vele.
Én azt hittem, hogy kell hozzá még egy admin, de akkor Attila azt mondta, hogy aki létrehozza a csatornát, meg a bot. Szerintem nem csak a telefonkönyvből lehet hozzáadni embert, de ahhoz tudnod kell a felhasználói nevét. Tehát például a Treasure Hunt botot is úgy írtam be, hogy elkezdtem írni, hogy kukac, és beírtam, hogy Treasure Hunt bot. Így egybe, és akkor találta meg. És hogyha tudod valaki másnak is így a nevét, akkor így beírhatod, hogyha nincs benne az a telefonkönyvedbe, ami hát azért, igen, vagy a telefonszámot, azért nekem csak négy ismerősömnek volt telegramja, szóval nem egy nagy tömeg. A botot. A botot ad hozzá Erzsébet. A kihelyezett kódok alapján jön elő a Telegram csatornán a feladvány. Tehát nem egy képet fogsz látni, hanem ez a kód indítja el a botot a csatornán abban az irányban, hogy posztoljon neked egy feladványt. Ha arra válaszoltál A, B, C vagy valami, akkor azt ő kiértékeli, és akkor ha jó, akkor már küld is, kér egy szelfit, és mehetsz, mondja, hogy hol a következő állomás. Ha pedig nem jó, akkor azt is kírja, hogy gondolkozz egy kicsit, és egy percig várakoznod kell, amíg meg nem csinálod. Tehát a kód az első kód egy link, de a többi link, a többi már a Telegramba mutató dolog, vagy link, ha jól sikerült most ezt megfogalmazni, nem tudom, hogy érthető volt-e. Hogyha hozzáadod saját, tehát ugye létrehozod a csatornát, és a csatornába hozzáadod magad, tehát ugye te vagy az admin, mint létrehozó az egyetem, utána hozzáadod a Treasure Hunt botot, utána nem kapsz semmi üzenetet, akkor létezik a csatorna. És amikor ugye fontos, hogy van egy, a csatornának van egy neve, és van egy rövid neve, visszalapozok oda, ahol ezt beszéltük. Túl messzire mentem most. Itt. Tehát a csatornának van egy rendes polgári neve. Itt a középsőnél látszik, hogy Treasure Hunt Bot, így leírva külön. Ez a rendes neve, de a user neve, vagy hogy mondjam, a csatornának, az kukac, Treasure Hunt bot kisbetűvel csupa, kisbetűvel egybeírva. Tehát ez olyan, mint az e-mail címnél is, hogy az e-mail az cím az másképp néz ki, mint az ember neve. És én is így csináltam, és a link, ami itt a bal oldalon van, tehát a próba 123 CV, az a neve, az a rövid neve, vagy hogy mondjam, és az elé kell egy kukacot tenni, és akkor az jó. Mi a Treasure Hunt beta bot? Ez az a próba robot, vagy hogy mondjam, ami mikor még próbálgatni lehetett a játékot, akkor használtuk ezt. De most már én nem ezt hívtam meg, hanem a Treasure Hunt botot.
Mekkora esély van, hogy tavasz is kapok használt a kódot, kitől függ ez? Hát az olaszoktól, hogy mennyire, nem tudom, hogy ez náluk mennyi terheltséget jelez. Én azt mondom, hogy próbáljuk ki a következendő, elkövetkezendő 2 hétben mondjuk, tanuljuk meg, hogy mik a hátulütői, meg az előnyei, és akkor utána ők is fogják látni egyébként, hogy hányan is honnan használják, és utána, hogyha nekünk tetszik, beválik, akkor én írok nekik, és megpróbálom megkérdezni, hogy tudnának továbbra is biztosítani, vagy mi annak a módja, hogy ez továbbra is menjen. Tehát ez a következő lépés, nem biztos, hogy ez nem fog tudni működni, de most ki kell tesztelnünk, ki kell tapasztalnunk, mire jó, mire nem jó, hogy kell jól csinálni, és akkor van esély arra, hogy kérdezősködjünk és érdeklődjünk. Én is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvesek az olaszok, és hát ha megnézitek, hogy hány esemény van a Code Weekend Olaszországban, akkor ők a number one-ok a világon tulajdonképpen, mert több mint 11 ezer, ha jól emlékszem a számra. Tehát valójában első helyen kéne lenniük, de hát olyan nagy az ország, hogy emiatt vannak a harmadik helyen csak. Hová? De hová? Hogy van? Ott az... Hová, kinek, hol kell megadni a kukac csatornát? Amikor indítod a játék készítést, akkor megadod a játéknak a nevét, meg utána megkérdezi ezt a játékhoz tartozó saját csatornát, és ott kell megadni ezt. Ezt ő leteszteli, hogy a bot tud-e abban írni, meg jogosultsága rendben van, és akkor elfogadja rögtön. Kati? Igen, egyetértünk. Hát amikor az a kód, amit Attila megosztott, amivel lehet regisztrálni, vagy újra létrehozni egy újabb játékot, ott először kéri a nevét, utána pedig annak a csatornának a nevét, amin kommunikálni fog, és utána a te e-mail címedet. És utána lehet elkezdeni kirakni a kis állomásokat. Nem személyesen neked kell jöjjön az üzenet, hanem be kell nézned abba a csatornába, ahol amit megadtál, és ott kell lennie az üzeneteknek, de ezt olyas valaki erősítse meg, akit már végigjátszott. Igen, igen. Ha üres, akkor valami gond van, lehet, hogy nem vette, nem fogadta el, vagy nem tudom, valami technikai zűr. Ott mindent beállítást megadtál ott, amit most lehet látni a prezentáción, hogy minden engedélyezve van. Erzsébet. Igen, folyamatosan küldi. Mónika kérdezi, hogy van-e életkori ajánlás a játékhoz. Életkori ajánlás nincsen, de hát azt gondolom, hogy maguktól a gyerekek azért inkább ilyen ötödik, én szerintem ilyen 10 éves kor felett, de kisebbek is mehetnek, csak segítséggel. Tehát van, ahol úgy csinálták, hogy szülő is volt a csapatban, ha jól láttam, talán éppen Dunaújvárosban, mert arról van egy film is, egy videóbejátszás a helyi televízióból, az kint van a Digitális Témahét fórumban, ott nézzétek meg.
Szerintem szülőkkel együtt vicces, hogyha kicsik vannak, és akkor nincs az, hogy nem tudják, nem értik, nem tudom, ilyesmi. Mónikának negyedikesei vannak, és rendszeresen roboznak időnként, vagy időnként, ezt jól megmondtam, időnként rendszeresen, hát ilyen digitális témahéten, meg kódolás hetén robotozni is szoktak. Szerintem az ő negyedikesei meg tudják csinálni ezeket a Mondjuk egy feladatokat. szülő nem árt minden csapattal, annál is inkább, mert Hát az biztos, a kicsik kicsiknál így mellé amúgy kísérletnek is kell. tudni. Igen. Nálam volt egy ilyen, hogy az Erzsébet téren, hogy pont azért, hogy ne vegyék le, ott gyakran ülnek hajléktalanok is, meg hogy elég nagy a forgalom, ilyen pihenős forgalom. Vannak kirakva padok és asztalok, és az asztalnak a belső oldalára, a lábára ragasztottuk rá a kódot, és a gyerekek mondták, hogy ott ült egy hajléktalan bácsi, és hiába mutatott oda, hogy ott a következő állomás, nem mertek oda menni egyedül. Tehát a piciknél ez meg fontos azért, hogy egy ilyen helyzetet tudjanak egy szülővel Igen, kezelni. ez jó, hogy szóba került. Valaki talán, nem tudom pontosan, ki mesélte a csoportban, hogy ők eleve úgy oldották meg ezt, hogy minden állomáson ott volt egy kolléga, egy felnőtt, vagy a szülő, vagy tanár. És akkor ebből nem volt probléma, ugye? És akkor nem tűnik el, meg Jó tehát, ötlet. hogy ő maga tartotta a kezébe, vagy hogy mondjam, a kódot. Tehát ez is egy megoldás. Igen. Van-e esetleg további kérdés? Látom, már többen bejelentkeztetek a kódvadászat csoportba. Itt mondom, hogy egészen nyugodtan jelentkezzetek be, és ott az egy ilyen zárt körű csoport, tehát nem jól fogalmaztam, tehát egy kisebb körű csoport, itt tényleg csak azok vannak, akiket ez érdekel, és itt lehet ezeket a ilyen apróságokat megbeszélni, meg itt ilyen is van, hogy most azonnal segítsetek, mert elakadtam valamivel, és mindig volt valaki, aki segített. Tehát ez egy ilyen munkás csoport, vagy hogy mondjam, munkacsoport, ugye ide lehet jelentkezni, míg a digitális témai tanári fórumon már több mint 1600-an vagyunk, tehát azért ott más megy a dolog. Ha nem tudom, van-e még kérdésetek, hogyha nincsen, akkor megköszönjük szépen a figyelmeteket. Én is Köszönöm köszönöm, és szépen. Katinak is köszönöm. A prezentációt azt nagyon szívesen megosztjuk, kiteszem mindjárt ebbe a csoportba, itt a kódvadászatba, és nagyon gyorsan meg fogom próbálni leszedni a videót is, és küldöm a felvételt mi hamarabb. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt!